Jó reggelt Miskolc, jó reggelt Borsod, ez a Rádió M reggel, jó érzés, jó zene, és ahogy ígértük, ebben az órában vendégünk van itt a stúdióban. Pár héttel ezelőtt beszélgettünk utoljára Ballerina Emmával, akiről akkor kiderült, hogy bejutott az István a Király iskolába megy előadásra. Szia, jó reggelt kívánunk! Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat! Szóval akkor kiderült, hogy benne leszel, te leszel a táltos az István a Királyban. Mikor lesz ennek az első előadása, mikor láthatnak téged a hallgatóink? Hát ugye augusztusban kezdődtek volna a próbák, de ugye a járvány ezt is meghiúsította, úgyhogy majd jövőre. Tehát csak jövőre, nyáron, vagy évelején, vagy erről még nem tudunk semmit? Erről még senki semmi biztosat. Ja, van, nem akkor tudom. Majd még azt is beszámolsz nekünk arról, hogy mikor láthatunk először, de hát ezen kívül azért történt vele sok minden. Ugye a kisjátékfilmed, a Los Angeles Film Awards-on legjobb thriller díjat kapta, ami viszont ennél is érdekesebb az az, hogy te is kaptál egy díjat 8 éves létedre, mégpedig nem is gyerek kategóriában. Miről is beszélünk, meg melyik filmről? Hát ugye az a defekt kisjátékfilm, ugye több helyre is kiküldték, Los Angelesben is, és ugye bejutott a 15 legjobb közé, és utána, pár nappal utána meg is jött az üzenet, hogy meg is nyerte a film, úgyhogy nagyon örültünk, és azon a napon küldték el azt is, hogy megkaptam a Best Young Actress című díjat, a legjobb fiatal színésznőnek járó díjat, és ez két dologban érdekes. Azért, mert én csak 8 éves vagyok, és ugye volt gyerek kategória is, hogy a legjobb gyerek szereplő, de a zsűri mégis úgy ítélte meg, hogy én vagyok, hogy nekem mégis legjobb fiatal színésznőnek járó díj jár. És a második ok az az, hogy ugye lehetett neveztetni a színésznőket a filmben, színészeket, de ugye nem lettem neveztetve, mert mégis kaptam egy ilyen díjat. Úgyhogy ezért is nagyon érdekes. Hát ezért nagyon gratulálunk is neked bizony, hogy... Köszönöm szépen. ...hogy a legjobb fiatal színésznő díjat elhoztattad onnan, azért ez nagyon nagy szó. Be is hoztad nekünk, megmutattad. Nagyon szép díj, gratulálunk hozzá. Beszélj már nekünk egy kicsit erről a defektről, hogy kik ők valójában. Hát ez egy kis játékfilm, ugye? Van egy rendező, Gál Sándor, ő rendezte a defektet. Még szeretne ugye filmeket készíteni. Hogy kerültél te ebbe a filmbe? Hát ugye az első casting felhívásra ugye jelentkeztünk, és beválasztottak egyből. És akkor neked mi a szereped ebben, ha ezt elárulhatod a hallgatóinknak? Egy kicsit itt spoilerezzünk. Igen, meg a sztoriról is mesélj már egy kicsit nekünk, hogy egy kislány hogy kerül bele egy thrillerbe. Igen, igen. Azért ez egy érdekes dolog. Ez nem Michael Jackson klipje, hanem... Hát egy kislányt alakítottam. Ennyit el szabad azért árulni, hogy egy hú, hát köszönjük szépen, Erjana. Nagyon sokat elmondtál a filmben. A jó oldalon állsz, vagy a rossz oldalon? Semmilyen oldalon nem állok. Ez nem olyan. De ugye egy kislányt játszottam ebben a filmben, és engem ez a thriller világa mindig megtalál. Igen? Igen, igen. Ilyen fiatalon? Hát igen. Na mesélj, még hol talált meg téged, milyen téren? Hát nem tudom, a Piroska és a Farkasban például, abban biztosan engem például gyerekkoromban abba talált meg a thriller először, de mesélj el, meséld el ezt nekünk, ez izgalmas, hogy ilyen fiatalon szereted a thrillereket, vagy csak megtalál? Hát volt az Alienist Angel of Darkness, amiben beválasztottak, ez egy sorozat, egy világhírű amerikai sorozat, és egyik versenyemen hívtak, hogy kellenék, és akkor vitatkoztunk ott hát, hogy mi esélyem van, és mégis felmentünk egy castingra, és már csak 5 voltak versenyben, köztük én, pedig volt több kör is, de engem mégsem kértek oda, csak az utolsó fordulóra, és ki is választottak ebben a kis sorozatban. A hallgatóinknak szeretnénk elmondani, hogy ugye thrillerekben szerepel Rihanna, de egy nagyon kis, törékeny, szőke, hosszú hajú lányt kell elképzelni, aki úgy néz ki, mint egy kis angyal, úgyhogy éppen ezért is nagyon fura, hogy a thrillerekben megtalálnak téged is ebben a sorozatban. Ott milyen szereplő vagy? Jó, rossz, áldozat, vagy... Hát, áldozat. Áldozat. Ennyit el lehet mondani, és szintén kislány, vagy nyilván kislányt hát játszom, ez, igen. De egy gazdag kislányt játszom. Mm-hmm. Nyugtass meg, túléled? Hát igen. Na, szerencsére, szerencsére. És ezt a sorozatot, ezt például hol nézhetjük meg? Hát a Netflixen lesz a premier, mm-hmm. majd amikor az egész sorozatot levetítik, de egyébként majd látható lesz
Ezen kívül a karantén alatt is készítettetek egy kis karantén előadást is, ugye? Hát igen, a Lehár Ferenctől a Luxemburg grófjából a Gyerünk Tubicám című darabot átírtuk, ilyen operett átirat lett. Ilyen karanténos kis videó is, ezzel neveztünk a Bújtor Filmfesztiválra. Ebben egyedül játszol, vagy valaki mással? Ketten játszunk, van egy kis fiú, Máténak hívják, akivel ugye jó hangja van, és van tehetsége, ezért őt választottuk, hogy együtt majd megcsináljuk ezt a kis videót. Tényleg erőt eszemben a thrillerekben énekelsz? Vagy ott csak színésznő vagy? Ott csak színésznő. Jó, hát nagyon sok oldalú vagy, így 8 évesen riad. És mit szeretsz jobban, énekelni, vagy prózát mondani? Hát mind a kettőt. Meg ugye a színészetbe beletartozik az ének, viszont az énekbe a színészet nem feltétlenül tartozik bele. Uh-huh. Bár olyat lehet látni itt a Miskolci Nemzeti Színházban például elég gyakran, hogy az énekes szereplők azok kapnak prózai szerepeket is, úgyhogy kezd az egész egy kicsit így, igen, összemosódni, de akkor te szereted mind a kettőt. Igen, igen. És egyébként mennyire vagy félős kislány, tehát mennyire tudod mondjuk előadni a thrillerben a szerepedet? Hát ugye, mivel ott vannak a stábtagok, nagyon kell jól átadni a nézőnek, meg nagyon nehéz is, mert ugye ott van egy csomó stábtag, vesznek fel kamerával, akkor nem tudsz úgy félni, mintha tényleg megtörténne vele valami rossz dolog, de nagyon jól át kell adni az érzéseket, nagyon jónak kell lenni a mimikának. Mindig csinálunk egy biztonsági jelenetet, egy biztonsági felvételt, hogy ha tönkre menne a jó, vagy eltűnne, akkor legyen még egy. És milyen volt ilyen nagy színészekkel együtt játszani? Ugye mondd el, hogy kikkel sikerült ebben a sorozatban is például. Hát Dakota Fanninggel, Luke Evans-szel, Pita Cornish-sal, Daniel Brühl-el. Milyen érzés volt velük ott állni, és sőt, jut eszembe, akkor ott angolul kellett beszélned? Ott abban sorozatban, amikor volt egy jelentem, akkor nem kellett beszélnem. Uh-huh. Ott nagyon fontos volt inkább az arcjáték. És bőven rá segített az, hogy énekes vagyok. Azt nem árulhatom el, miért, de... Ajaj! Ki kellett vágni a magas cít és nagyot sikítani. Ez a tippem. De nem árulhatod el, jól van. Jól van, nem spoilerezzünk tovább, jól van. Majd augusztusban lesz látható a defekt, majd tévében is le fog menni, és mindenhol, ugye majd mindenhova felrakják. Az Alienist pedig júliusban lesz majd látható. És mi volt a legérdekesebb pillanat ezeken a forgatásokon? Van valami, amire így szívesen visszaemlékszel? Pita Cornish-sal játszottam egy jelenetet, pont a híres színésznővel volt jelenetem, és az volt benne az érdekes, hogy amikor még készültünk jelenetre, akkor mutogattam neki, hogy felhő, és akkor próbálta mondani, uh-huh, felhő. Mármint te magyarul mondtad, én és magyarul ugye utánozzál. Én magyarul mondtam, meg angolul mondta, úgyhogy ez ilyen kölcsönös dolog volt, hogy mondtam, hogy kesztyű. Ugye az angolok még nem tudnak magyarul, de utána mondta, hogy kell a kesztyűt mondani, mert fogalmam sincs, hogy van. Már nem emlékszem a kesztyűre, de... Akkor is, volt itt nyelvlecke is. Igen, hát igen. Én is mondtam neki, meg ő is mondta. Meg Luke Evans például, amikor éppen mentem, akkor pont fényképezkedni szerettünk volna vele, és nemhogy mi, még annyi időm sem volt, hogy megállítsuk, már ő állított meg minket. Hogy ő szeretne veled fényképezkedni? Hát nem, de hogy milyen szép a cipőm, meg hogy biztos a filmbe való. Aha. Pedig az nem a filmbe volt az a, még az a cipőm, mert még csak most érkeztünk meg a helyszínre. Meg a ruhámat is megdicsérte, úgyhogy... Na, hát akkor... Konkrétan ő szólított le minket. Hát lassan már majd ő akar veled fotózkodni, Riana, ott tartunk. Azon gondolkoztam, hogy Riana, most így a beszélgetés után csináljuk már egy közös képet, és akkor 20 év múlva majd lehet, hogy jó drága pénzére el tudom adni az interneten. Tényleg. Rendben. Oksi, köszi. Mik a terveid a jövőre nézve? Van-e most valami verseny, amire készülsz? Verseny nem, viszont augusztusban elkezdek próbálni egy Neil Simon darabot Koltai Róbert rendezésében. És ezt hol láthatjuk majd? Hát ez egy ilyen vándorszínház lesz. Aha, mindenhol. Szóval akkor lehet, hogy majd itt a közelünkben is valahol. Igen. Riana, nagyon szépen köszönjük, gratulálunk a díjhoz, meg ehhez a köszönöm sok filmhez, aztán már nagyon várjuk, hogy meglássuk, milyen vagy a thrillerben. Köszönöm szépen.